Messziről jött és nagyon hamar távozott a politikai életből Kukorelli Endre, József Attila díjas író. 2010-ben az LMP színeiben kapott lehetőséget, hogy megmerítkezzen a parlamenti millióban, de alig 2 évig tartott hunatyasága. Egyebek mellett mixáti élményeket gyűjtött, amiből most könyv született. Köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét. Elmondanád, mit keresett a parlamentben? Hát mondjuk nem is jöttem olyan nagyon messziről, és nem is mentem olyan gyorsan sehova. Azt gondolom, hogy egyszerűen ez a szó, hogy politika van rosszul használva. Tehát én, mert hogy igazából nem. Hát az, hogy akik a parlamentben ülnek, azok valóban politikusok, azok a profi politikusok, de maga meg én, amikor elkezdünk ilyen közéleti közügyekről beszélni, akkor úgymond addig legalábbis politikusok vagyunk, és erre mindenkit így biztatnék is, hogy ezt csinálja. Tehát, hogy milyen tapasztalatokat szerzett? Nagyon érdekes volt tulajdonképpen, egy jelzővel nem tudnám leírni, tehát a, mit tudom én, a felemelőtől az unalmasig, a gusztustalantól az érdekesség, a szórakoztatói, és ezt próbáltam meg valami módon leírni, tehát igazából nem egy ilyen egybefüggő történet, hanem rengeteg kisebb-nagyobb sztori van benne, és próbálom a saját elgondolásaimat a politikáról leírni benne. Mi volt a legmegdöbbentőbb a 2 év alatt? Az, hogy nagyon okos, nagyon felkészült emberek egyszer csak elkezdenek vadul ilyen rasszista megjegyzéseket tenni. Tehát ez mondjuk mellbevágó volt, megmondom úgy, ahogy van. Erre így az ember nem nincs felkészülve a mindennapokban, mert az, hogy primitív emberek mit csinálnak, az egy dolog, de hogyha felkészült szakpolitikusok ezt csinálják, az hátborzongató. Igen, a kultúráról is azt mondta, hogy nagyon sok ember megnyilvánul, de teljesen blödségeket mondtak. Én nem mondanám, hogy blödségeket feltétlenül, azt mondanám, hogy a kultúra, vagy a magas kultúra, amik a művészetek, stb., az nincs benne, hogy így mondjam, a vélemény, és, illetve azoknak a horizontjába, akik a döntenek, tehát a döntéshozók horizontjába. Egyébként mennyire volt csábító ez a fajta élet, az, amit ott képviselt, a parlamenti lét? Nézd, ez egy annyira bonyolult dolog, hogy ezt rövid nem tudom elmondani, kétségtelen, hogy rengeteg embernek csábító, hiszen lássuk be, hogy a... Hogy de azt olvastam erről, hogy picit azért önt is magával ragadta ez. És azért nem lehetett könnyű ezt elengedni, vagy? Nekem könnyű volt, mert ahonnan jöttem és ahova visszamentem, az irodalom, az írás, az engem rendkívül módon szórakoztat és boldogát tesz, és akkor is csinálnám, hogyha nekem kéne érte fizetni. Tehát nekem, én nem voltam ehhez hozzá tapadva, tehát én voltam az egyetlen parlamentben, akinek nem voltak ilyen profi politikusi ambíciói, hanem egyszerűen csak belesodrottam ebbe a dologba, és hogyha már benne voltam, akkor megnéztem, hogy működik. De a pénz, a hatalom az nem csábító? A pénz és a hatalom az csábító, nincs az ember, aki ki tudná vonni magát ennek a hatása alól. Mindenesetre azt kétségtelen, hogy mondjuk a parlamenti fizetések azok sokkal jobbak, mint az átlag fizetések, ezt elismerem. De mi volt azért a pont, amiért ott hagyta? Hát tulajdonképpen rengeteg ilyen pontocska volt, ami így kulminálódott, összeadódott. A végén az volt, hogy beláttam azt, hogy mivel olyan túl sokat nem tudok azért úgy csinálni, hogy én bent vagyok, talán még többet is tudok úgy csinálni, hogyha írok róla, meg kívülről nézem, meg minden. Ez egy kicsit így belefáradtam, és elég volt, és kijöttem. Egyébként ez 2,5 évig tartott, az nagyon sok. Egy ember életében 2,5 év, például 2 évig voltam katona, az nagyon sok volt. Ez 2,5 évig tartott, és egyáltalán nem gondolom, hogy rövid volt. És minden megvolt már. Egyszer, kétszer, és mikor már harmadszor jön ugyanaz a dolog, az már nem annyira érdekes. Tömény volt, de elég volt. Igen, köszönöm szépen, hogy itt volt, és ezt elmondta nekünk.